Heidi Baker belevon a Beach-en nőtt fel Kaliforniában, mégis arra tette fel az életét, hogy segítsen azoknak, akik a legszegényebbek, és a világ azon részén élnek, melyet legkevésbé értek még el az evangéliummal. Ez alatt meglátta, hogy Isten mindenütt csodákat cselekszik. Azt mondja azért, mert nem számít, hol van, mindenütt Isten jelenlétében van. Roland és Heidi Baker misszionáriusokká váltak, és létrehozták az Iris Global szolgálatot 1980-ban. Szolgáltak a szegények felé Ázsiában és Angliában, mielőtt Mozambikba költöztek 1995-ben. Azóta Heidi óriási kihívásokkal került szembe, például, hogy minden egyes nap több ezer gyermeket táplál, azonban rengeteg csodát is látott, és Isten átformáló erejét. Ahhoz, hogy ismerd jelenlétét, ismerned kell az ígéretet. Heidi tanít bennünket arra, hogyan hozzunk életet és reményt az életünk minden pillanatába, interaktív kézikönyvének használatával, melynek címe Isten jelenlétében élni. Most Heidi ismét itt van velünk. Üdvözlünk újra a 700-as klubban. Mindig csodás, amikor itt lehetsz velünk. Azért is, mert hordozod magadban Isten jelenlétét, és ennek nagyon örülünk. Mindig izgatottan várunk emiatt. Beszélj egy kicsit arról, hogy mi is az, mert lehet néhány ember nem tudja, mi is ez. Ez Isten szellemének édes, ugyanakkor erőteljes jelenléte. De ugye megkapjuk ezt a jelenlétet, amikor behívjuk Jézus Krisztust a szívünkbe. Hogy kaphatjuk meg viszont azt a jelenlétet, amiről te beszélsz? Abban a pillanatban megkapjuk Jézust jelenlétével együtt, amikor behívjuk őt a szívünkbe, amikor ő bennünk, mi pedig ő benne élünk. Van azonban egy olyan hely, ahol folyamatosan maradunk. Ahogy például én most teljesen jelen vagyok itt veled, teljesen jelen vagyok Isten szellemével is. Amikor jelen vagyok vele, megváltozik az atmoszféra. Szó szerint képes vagy érezni szeretetét, dicsőségét és a kézzel fogható érintését az életeden, és ez árad ki belőled minden egyes ember, akit megérintesz. Ez elérhető mindenkinek, aki akarja? Abszolút igen. És hogy jutunk el oda? Van egy olyan kihívás, amivel különösen a mai időkben kell megküzdenünk, és ez pedig a gyors technológia generációja, ami miatt nem mindig könnyű teljesen jelenlévőnek lennünk, Istennel teljesen jelenlévőnek lenni, bármikor tudunk, hiszen most mi alatt veled beszélgetek, teljesen jelen vagyok Istennel, az elmém, a gondolataim viszont nem öt különböző másik dolgon jár. Az viszont, hogy jelen legyünk vele ott, ahol ő van, az rendkívüli. Ahhoz önfegyelemre van szükség. Igen, különösen a mai világban, mivel szerintem a technológia valamilyen szinten megrabol bennünket ettől, hiszen a gondolatainkban és érzelmeinkben is folyamatosan feszült figyelés állapotában vagyunk. Csekkolgatjuk a Facebookot, Instagramot, Twittert, az e-mail, telefonunkat, SMS-t, stb. Ahhoz pedig, hogy jelenlévünk legyünk az Úrral, le kell csendesednünk vele. De hogy jutottál el oda már a kezdettől? Nos, a technológia nélkül könnyebb volt, azonban én állandóan imádkozom szellemben. Valami, amit megtanultam a technológia használatával, ahelyett, hogy az ellenségem lenne, aközben, hogy válaszolok az üzenetemre, nyelveken imádkozom. Aha, szóval jelen vagyok az Úrral, és minden egyes SMS és üzenet írása alatt szellemben maradok, nyelveken imádkozom közben. Bármit teszek, közben szellemben imádkozom. Csendesen persze, mert nem akarom, hogy becsukjanak, de állandóan imádkozom szellemben a repülőgépen ülve, a nyomor negyedekben sétálva. Bármit teszek, közben vele maradok, és behívom mindenbe, amit teszek. Ő azt akarja, hogy behívjuk. Nem azért, mert távol lenne tőled, hanem mert a legjobb barátod akar lenni. Szent Szellem egy személy. It's not that he wants to be away from you. He actually wants to be your best friend. Holy Spirit is a person. Ez akkor tehát egy felismerés vagy tudatosság? Tudatosítod magadban bárhol vagy, hogy ő igenis ott van veled? Abszolút, így van. Mesélnél néhány olyan esetről, amikor megláttad Mozambikban Isten jelenlétét megnyilvánulni? Mivel tudom, hogy néhányan teljesen lelökték a láncot pár olyan dologtól, amiket megosztottál. Rengeteget említhetnék, de most például épp azt a klipet játszottátok be, amiről nem is tudtam, ahol látszott José, aki az a varázsló doktor volt, aki nyaka körül három kígyó lógott, és azért jött el, hogy megöljön engem. Az akkori barátnője vagy élettársa leprás volt. Annak a klipét mutattátok. Ahogy ott álltak a vízben? Igen, épp bemerítkeztek. Ott voltam a faluban, még mindig Mozambikban élek, de épp most váltottunk, és most már csak fél évet töltök ott minden évben. De akkor épp ott voltam a sátramban, Isten jelenlétében.
És szóltak emberek, hogy jöjjek ki, mert van ott egy ember kígyókkal, mindenki félt tőle. De mivel a jelenlétben élek, a varázsló doktor helyett én egy kisfiút láttam meg benne, akinek meg kellett szabadulnia. Rövidre fogva a hosszú történetet, ástunk egy lyukat, beleparancsoltuk a kígyókat, amik bele is ugrottak a lyukba, mivel hallgatniuk kellett a szavunkra, azért, mert a jelenlétben élünk, így az erő és Isten hatalma bennünk van. Nem kell magad felturbóznod, hogy arra helyre juss, időm se lett volna ezt magamban felpumpálni, már benne kellett, hogy legyek a jelenlétben, máskülönben a puffogó viperák végeztek volna velem. Ahelyett, hogy a leprás asszonytól féltem volna, megcsókolgattam a kicsi kezeit, megöleltem és a karjaimban tartottam. Mindketten találkoztak Jézussal, összeházasodtak. Egy kisgyermek, akit Szálmónak hívnak, bejött velem együtt a vízbe is az atyának, a fiúnak, Jézusnak, és a Szent Szellemnek nevében alámerítettük őket. With me and in the name of the Father and the name of the Son Jesus, in the name of Holy Spirit, we put them under. Abban a vízben, ami nem gyönyörű, szép, tiszta víz volt, hanem szennyes, koszos víz, de teljesen átformálódva jöttek fel a víz alól. Ez jelenti azt, hogy a jelenlétben élünk. A jelenlétben élni azt jelenti, hogy ő benned lesz, és ott lesz veled, bárhol is vagy, és bárhová is mész, a folyó odafolyik, és életet hoz. Azt is mondtad, hogy ezt nem nyerhetjük el addig, amíg nincs meg az ígérete. Hát persze, mivel tudnunk kell, hogy ő mit mondott, és kik vagyunk mi. Ezért írtátok meg férjeddel, Rolanddal közösen ezt a lenyűgöző interaktív kézikönyvet, melynek címe Isten jelenlétében élni. Mit szeretné, hogy merítsenek ebből az emberek? Szeretném, ha megértenék, hogy ott lehetnek ők is vele, ahol ő van. Igen. Szent Szellem ott akar velük is lenni, ahol vannak. Ha sebész vagy, professzor, énekes, háziasszony, édesanyja, bárki is vagy, és bárhol is vagy, legyél vele, és akkor bárhová mész, élővíznek folyamai ömlenek ki a bensődből, mivel, hogy vele vagy, és tudatában vagy annak, hogy vele vagy. Még egy gyors kérdés, mivel Roland súlyos egészségügyi problémákon ment át, és rengeteg ember aggódott és imádkozott érte. Hogy van most? Roland a világ legcsodálatosabb ember, akit ismerek. Radikális lett az Úrért, tele van tűzzel, hordozza magában Isten szeretetét. Ő írja a főiskolai tananyagát a teológiai részlegünknek, és tele van szenvedéllyel. Teljesen egészséges, és újra munkába állt. Így van, újra munkába állt. El kell, hogy mondjam, csodálatos ez az interaktív munkafüzet, mely az egész nemzetben kapható. Meg fogja változtatni az Úrral való járásod. Nagyon köszönöm, drága barátom. Áldjon meg az Úr!